Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Pécsen. Ahogy szoktuk, kezdjük a mai darma beszédet is a Tiszta Univerzum mantrájával, az Om Nám mantrával hétszer. Om, Nam. Szépen. Milyen állapotban van a tested? Volt-e olyan jó állapotban, hogy ide elhozzon téged? Láthatólag igen. Örüljünk neki. Ahhoz képest, hogy milyen fontos, nem tart sokáig. Milyen állapotban van a lelked? Beengedi-e azt, amit mondok? Amikor kérdezel, kiengedi-e azt, amit tényleg kérdezni akarsz? Az a tudatosság, amely mind a kettőt látja a test és a lélek működését egyaránt, ez a tudatosság az, amit keresünk. Ha nagyon jó karmád van, akkor nem fogod megtalálni. Ezek azok a színes felhők, amelyek betakarják az egedet, és olyan szépek a színei, hogy nem akarod látni az eget, mert a felhők jobbak, szebbek, eseménydúsabbak, boldogabbá tesznek. Ha nagyon rossz a karmád, akkor sem fogod látni az eget, mert a felhők állandóan viharokat termelnek: állandó szürke, fekete villámlás, dörgés, zápor, és ez a rossz karma, ami nem engedi az eget látni. Ahhoz, hogy látni akarj, ahhoz valahol már a túlságosan szélsőséges életmódtól tartózkodni kell. Igen, ám, de hogyha minden középen van, és minden egyensúlyban van, akkor mitől ébredne föl benned a szenvedés tudata? Ha szélsőséges, az sem jó. Ha túl átlagos, az sem jó. Ha túlságosan kiegyensúlyozott a karmád, akkor miért keresnél alternatívát, miért keresnél valami mást, miért akarnál tudatosabb lenni? És ilyenkor fölmerül az, hogy egyáltalán megjósolható-e az ember élete? Megismerhető-e a személyisége teljesen? És a válasz az, hogy nem. Szerencsére nem, vagy szerencsétlenségünkre nem. Ez döntsd el te. Valamit mindig keresünk. A világnál valami több kell. Néha a világból kell valamennyire kevesebb. És ekkor kérdéseket teszünk fel. A kérdések azért fontosak, mert új horizontot nyitnak a tudatunkban. Például, ha csillámló kék eged van, a lelket horizontján, és egyszer csak a harag viharfelhője hatalmas villámokat lövel pont azokra, akiket szeretsz, megkérdezed, na, ez honnan jött? Mi ez? Tehát az átmenet két állapot között ezt tétett föl velünk kérdéseket. A változás az, ami gondolkodásra késztet. Nézd meg azokat a létállapotaidat, amikor két hétig süttetted a hasadat a tengerparton, mert éppen akkor az volt a jó karmád. Melletted a halászfaluban ott élnek évszázadok óta az emberek, nagy részük soha se napozik, soha se fürdik, és állandóan halásznak, főleg hajnalban. Nekik mást jelent a tenger, mást jelent az ég, mást jelent a felhő. Láttál már olyat, hogy a saját sötét éjszakádból nem hitted, hogy valaha kijössz, és mégis egy angyal bekopogott a szobád ajtaján, és hozott neked egy kiflit. És megkérdezte, hogy hogy vagy. És ez a változás volt az, ami a hatalmas, sötét fellegek között egy pici napsugarat leengedett a személyes bolygódra. A változások azok, amelyek fölébresztenek. A kérdés az, hogy merre viszed ezeket. A változások sorozatát éljük, mind testben, mind lélekben. Ahhoz, hogy megfelelő módon irányítsuk ezeket, ahhoz ezeknek irányt kell valahogy szabni. Honnan jön ez az irányvétel? Ekkor van a tudatosságnak óriási szerepe. Nyugaton a tudatot az elmével szoktuk azonosítani, és a tudatos embereket ilyen komoly, intellektuális, fekete keretes szemüvegű, rendkívül szatvikus, keveset beszélő, keveset evő, néha keveset alvó, kicsit ilyen mini aszkétáknak szoktuk apostrofálni, és ez nem így van. Keleten a tudatnak kettő alapvető értelmezése van, és még ezen kívül egy csomó más. Az egyik ténylegesen az elme, a gondolkodó tudat, aki ismeri a zen iránytű szerkezetét, a csak tudattan és a karma tanát, ott láthatunk nyolc tudatszintet, és ebből a hatodik a fogalomalkotó tudat. Ott kapcsoljuk a bot hangalakot magyarul ehhez a tárgyhoz. Angol nyelvterületen stick hangalakot kapcsolnánk ehhez a tárgyhoz. Az elme működése rendkívül fontos, mert így alakul ki a világunk, ahogy a halászoknak a halász hálója. Amilyenre szövik a hálót, olyan halat fognak. Nagyon sűrű hálót szőnek, szinte mindent kifognak a tengerből. Nagyon ritka hálót szőnek, akkor csak a nagy halakat fogják ki a tengerből. Az eszkimóknak több mint száz szavuk van a hóra. Hogy az milyen hó? Friss, vagy tegnapi, nagyon fagyott, kicsit fagyott, visszafagyott, épp megsütötte a nap. Afrikában, bizonyos államokban, ott az egyenlítő környékén egy darab szó nincs a hóra, mert nincs benne a tapasztalati tárban. Tehát a tudatnak az egyik működése az elme működés, és ez rendkívül fontos. Ezen kívül van még az elmének megkülönböztető tudatossága a fogalom alkotó mellett, emlékező funkciója és a többi. Viszont van egy úgynevezett nagy tével írott tudat, amely tárgyatlan eredeti mi voltában, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és látja mindezt. Látja ennek a nyolcnak a működését amelyből már elmondtam a hatost, mint fogalomalkotó, hetest, mint megkülönböztető, nyolcast, mint emlékező, és az első öt pedig a látás-hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Ez a tudat, ez a fajta tudatosság az, amely a test és a lélek működését nagyon jól látja, és ez segít nemcsak a szenvedés boldogságra váltásában, hanem még az egyszerű betegség meggyógyításában is. Miért? Amíg azonosulsz a traumáddal, addig nem tudod meggyógyítani, sőt, mást is akadályozol ebben. Amíg azonosulsz a betegséggel, addig nem vagy igazából gyógyítható állapotban. A test és a lélek összes problémája ráébreszt arra, hogy eredetileg ez nem te vagy. Valami van benned, amely látja a betegséget és az egészséget is, a lélek összes állapotát, legyen az napos, felhős, viharos vagy harmonikus, az én fogalmad, a személyiséged összes változását, az elalvásokat, a felébredéseket, és ez a tudat, ez az éberség, nagyobb szóval az önvaló az, amit valahol meg kéne találnunk ahhoz, hogy helyesen lássunk. Jól halljunk. Korrekt módon döntsünk. Megfelelő módon rendeljük a fogalmakat a tárgyakhoz. Magyarul, hogy az illúziógyár helyett és a szenvedéstermelés helyett valahol az igazságban tudjunk élni, és lássuk azt, hogy az ég kék, vagy ha felhős, akkor milyen felhők vannak rajta. Lássuk azt, hogy ez a Föld nem egy jó vagy rossz hely, hanem pontosan olyan, amilyenné tesszük hogy lássuk azt, hogy az ok és okozat működése mérhetetlen intelligenciát mutat, de nincsenek személyes preferenciái. Nincsenek olyan dolgai, hogy most elnézést kivételt kérek, csak azért, mert erősíti a szabályt, és nekem ez így jobb. Amikor a buddhizmus eljutott Kínába szép lassan, évszázadok alatt gyökeret vert, és találkozott a taoizmussal, egy olyasféle szinergia valósult meg, amelynek az eredménye zen, zen névre hallgat. A kínai gyána iskolák, a meditációval főként a tapasztalatot előtérbe helyező iskolák, ezek csanna, aztán csan, aztán szon és zen névre hallgattak Ázsiában. Ugyanis tapasztalás nélkül nincs tudatosság. Addig csak elmélet van. Hogyha gyakorolsz, akkor megtapasztalod azt az eredeti tudatot, amely tényleg olyan, mint a tükör, mint a tér, végtelenül intelligens, de nem gondolkodik. Nem formál érzelmet. Nincs benne jó vagy rossz múlt, jelen vagy jövő. És paradox módon ez a kimondhatatlan, de tapasztalható lényeg, ez az, ami bennünk igazán közös. Minden egyéb más. Ami az előbb említett nyolc tudatosság tartalma, az mind más. Másképp látod ezt a botot te, mint a szomszédod, vagy aki a hátsó sorban ül. És ez nem csak optika. Ez az összes olyan szűrő, amit a megkülönböztető tudatosságod és az emlékező tudatosságod rárak a valóságra. Van, akinek ez a bot hosszú, másoknak rövid. Van, akinek sötét barna, másnak világos barna. Van, akinek túl fényes, másnak épp hogy pont elég mat. Ezt hívjuk a valóság relativitásának. Épp ezért, aki önmagát a test és lélek bármelyik zugában felszeretné fedezni, előbb-utóbb csalódni fog. A butha, amikor a vigyát, a látót tanította, akkor nem azt mondta, hogy te Bármi módon azonos lennél egy darab karmáddal is. Tehát minden, ami jön és megy, keletkezik és elmúlik, azt te látod, használod benne vagy, akár boldogan, akár szomorúan, de eredetileg mindezzel nem vagy azonos. És valahol ez a záloga a megszabadulásnak, és annak, hogy belássuk, ezt a világot mi teremtjük magunknak és egymásnak egyaránt. Nincs semmi titok, amit föl kéne fedezni, hanem a saját téves nézeteinktől kellene megszabadulni pusztán. Semmi több. Ez az igazi megszabadulás, mert rájössz, hogy ha az ég felhős, akkor azokat mi párologtattuk oda. És a bevezetőt az Avatamszakasz útra egyik eszenciális idézetével szeretném zárni, hogyha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Melyik tudat? Ez a kérdés. A nyolc tudatszint valamelyike? Csoportja? Összessége? Vagy az a nagy betűs tudat, amelyik látja ezt az egészet? De hisz az nem mozdul, az nem keletkezik és nem szűnik meg. Ha csak intellektuális úton szeretnéd ezt elsajátítani, nem fog menni. Szerencsére. Ha tapasztalsz, ha visszatérsz a gondolkodás elé, akkor ebben a pillanatban érzed, látod, hogy pontosan hogyan teremtjük ezt a világot magunknak és másoknak, hogyan reagálunk rá, hogyan lesz belőle szenvedés vagy boldogság. Úgyhogy ezen nem más, mint az út megnyitása, a választási lehetőség megmutatása és minden dualitás ürességének kimutatása, magyarul nem önmagukban léteznek, általunk léteznek. Mi teremtjük őket. Úgyhogy az ember, amennyire egyénként kicsinek érzi magát, különösen most, hogy verdessük a 7,8 milliárdos létszámot, pontosan annyira felelős. Ez egy kozmikus tánc, ez egy végtelen maraton, minden lépés számít. Minden ember számít. Minden család számít. Minden nép számít. Senki sem kicsi vagy nagy, fontosabb vagy felesleges. Mindenkire szükség van ahhoz, hogy ez a Föld egy jobb hely legyen, és ezt az életet érdemesebb legyen élni, hogy helyesebben társuljunk, és megfelelőbb társadalmat alkossunk a jövő számára, a gyermekeink, az unokáink, a tanítványaink számára. No kérem, kinek van kérdése a zennel kapcsolatban? Nem azonosulni. Hogyan csináljuk ezt? Hogy öltöztél föl ma reggel? Átgondoltam, mi a praktikus. Helyes. Előtte viszont az éjszakai ruhát lecserélted nappalira. Így van? Így van. Ekkor megtapasztaltad azt, hogy nem vagy azonos bármely fölvett ruhával, de valamilyen ruha csak kell, hogyha kimegyünk a világba. Igaz? Hát például ekkor lehet tapasztalni a nem azonosulás gyönyörűséges állapotát a ruházmánya. A léleknek egy nagyon erős, nagyon sokrétegű ruhája van, az ez a test. Amikor el kell vinni a szervízbe, kórház, rendelőintézet, vagy hasonló, nagyon hamar megtanulod, hogy ez nem te vagy. Amíg nagyon jó, az összes érzékszerben valami fantasztikus dolog jön be, nem szoktunk ezen gondolkodni. Amikor viszont egy kicsit ki kéne vonulni belőle, hogy ne fájjon annyira, akkor már azért elgondolkodunk azon. A nem azonosuláshoz egy alapkérdés vezet, hogy mi ez? Felfogod, hogy mi ez, és a tükörben látod. És amit a tükörben látsz, az biztos, hogy nem azonos a tükörrel magával. Mert a tükör előtti tárgy, a tudattárgy az jön és megy, de ami látja, az nem megy, és nem jön. Ez az alap. Tehát ami név és forma, az nem te vagy. Ami a tükör előtt megjelenik, az eltűnik, az nem a tükör. Ennyire egyszerű. Én körülbelül fél éve egy életesemény, meg szenvedés nyomás hatására kezdtem intenzíven foglalkozni azzal, hogy mi, mi történik a lelkemmel, vagy hogy lehetne, hogy kevésbé szenvedjem gyerekkoromból hozott dolog az, a, az az érzés, hogy mintha nem érdemelném meg, hogy, hogy a jót beengedhessem az életembe, vagy hogy igen, tehát így a félelem meg ez a szűkösség, ez egy ilyen ö, meghatározó élmény, és ez egy ilyen életközepi válságban csúcsosodott ki, és így hát szenvedtem annyira, hogy jobban esett volna meghalni, úgy gondoltam. És, és aztán sok mindenkit volt... Volt szerencsém hallgatni, és az a, az a benyomásom, hogy hogy Buthától, meg Jézustól, meg Rupert Spirától, Abraham Hicksig végül is valak, mind, mindannyian a, a, dolognak a magját, illetően ugyanarról a valóságról beszélnek végül is, hogy van, van egy tudatosság, aminek én is a része vagyok, és, és most, hogy, hogy mely, mi a rész, meg az egész, azt most abban most nem mennék bele szakértelem hiány, de, de, hogy valamilyen módon én manifestálom ezt az életet, vagy manifestálódik általam ez az élet, ami, ami nem jó nekem, és az egyik YouTube videóban hallottam, hogy azt mondta le, Hölgynek, hogy aki mondta, hogy szeretne családot. Igen, mert a, az én gyerekkori családom nem hordozta ezt a melegséget, és én szeretném átélni, és azt mondta neki, hogy engedje be valahogy, és én nagyon szeretném tudni, hogy hogy lehet beengedni. Mi az, ami kintartja az életedből ezeket a tulajdonságokat és embereket? Látod? Hát intellektuálisan látom, hogy az a... Az a hitrendszer, hogy nekem ez, tehát valahol ilyen nagyon mélyen és állandó csomóként itt van egy, egy olyan érzés, hogy ez... Van egy Honnan valami, jött ez amit nem az tudok érzés? Kirakni, és nem jön. Tehát egy, egy, egy valami nagyon mélyen levő hitrendszer, hogy ez nekem nem jár és nem jöhet be. Nézd meg ennek a hitrendszernek az eredetét. Oda-haza, belül. Amikor ezek a fájdalmas karmák előjönnek, tedd fel a kérdés, hogy mi ez, honnan jön. És hogyha látod az azt megelőző lépést, az azt megelőző lépést, nem megyünk vissza a múltba, behívjuk a pillanatba az okozatiság működését a maga teljességében. És akkor egyszer csak elérkezel oda, hogy nincs fogható eredet. Az az a pillanat, amikor a tudatnak a teremtő mozdulatát nyakon csípheted, hogy hogyan teremted a negatív hitrendszert, azzal az azonosulással, amely nem a tiéd már. Amit kaphattál kívülről, helytelenül elképzelhettél valamikor belülről, és megszoktad, mert akkor éppen nem tehettél mást. Ez mondjuk a leszerelt katonáknál nagyon erős. Megszokják, hogy ők a katonák, teljesen évekig benne vannak, és utána alig tudnak visszailleszkedni a polgári életbe. Ez akkor is érvényes, hogyha valakinek egy szenvedésteli időszaka van, és valahol maga mögött kellene tudnia hagyni, de a korábbi kondicionálás annyira erős, hogy ez szinte lehetetlennek tűnik. És a tovább lépés és a félelem miatt, tehát ilyen több rétegű. Egyelőre a gyomnak a gyökerét kell kihúzni, és utána lehet vetni a földbe. Tehát ennek a kérdésnek természetesen vannak előkészítő gyakorlatai azért, hogy bírd a választ. Nem azzal van a baj, hogy egy idő után nincs bátorságunk kérdezni, hanem azzal, hogy nincs állóképességünk elviselni a választ. És ehhez az érzékenység mellett erő kell, belső erő kell. Ez az erő egy nem egy görcsös, megfeszített, nem létező izomcsoport, hanem a tudatnak az a nem mozduló, Álló, tükröző képessége, amely semmilyen képzet alatt nem törik össze, nem rodik be, nem futamodik meg, nem kezd felesleges harcba. És ez a fajta tudati állóképesség, látóképesség, tűrőképesség, ez a meditáció által elsajátítható. Ezért csak a saját gyakorlatod, amelyet nem egyedül, de a saját elhatározásodból végzel, ezt fog felkészíteni arra, hogy ennek a hamis azonosulásnak a gyökerét kihúzd. Amíg te nem vagy erősebb, mint a korábbi karmád, addig mindig annak a súlya alatt fogsz görnyedni. Amíg nem tudod kihúzni az azonosulás gyökerét, addig újra fogod termelni kényszerből, tehetetlenségből azt a karmát, amely eddig szenvedtetett téged is, és akik tőled függenek, azokat is. Ezért nagyon fontos, hogy az érzékenységed mellé, egy olyasféle erő, állóképesség, tűrőképesség párosuljon, amely nem azonos semmiféle korábbi érzelmi hozzáállással. És ekkor észreveszed, hogy egy csomó olyan pócselekvés, amely addig ideig óráig működött, most már teljesen felesleges és működésképtelen. És ezért az úton tényleg csak az illúzióinkat, a hamis önképeinket, a helytelen világképeinket veszíthetjük el és nem önmagunkat. Ekkor, hogyha ezek az illúzió rétegek, korábbi karma rétegek lehámlanak rólunk, mert nem jóként vagy rosszként gondolkodunk róluk, akkor az énségnek az önvédelme, az a fala, ami mögött most ott vagy, és szenvedsz mögötte, az magától összeomlik. Nem te omlasz össze, a falad omlik össze. És ekkor talál meg a világ. Ekkor tud valaki tényleg a szemedben nézni, és téged lát. Úgyhogy az út nem nehéz, csak védj ki minden dualitást belőle. Amennyiben duális címkékkel, jóval, rosszal, énnel, mással, szeretem, nem szeretem, mert ruházol föl valamit, onnantól kezdve a negatív vagy pozitív azonosulás bekövetkezik. Ekkor ént csináltál belőle. Ha nagyon kellemes, akkor megpróbáljuk tudatosan megtartani, hogy ez annyira jó volt, ezt ismételjük meg. Ha nagyon rossz volt, és szenvedtünk tőle, akkor azon nyomban a tudatküszöbb alá szoktuk szorítani a saját túlélő reflexeink által, hogy ilyet többet so. hát majdnem meghaltam, hát úgy fájt, olyan veszélyes volt, meg olyan borzasztó volt, olyan magányos voltam, meg egyébként. De amit a tudatküszöbb alá szorítasz, az is visszajön, amit a tudatküszöbb fölött tartasz, az is visszajön az azonosulás mértékében ezért a félelem is vonza a tárgyát, és a vágy is vonza a tárgyát. Az egyik egy tudatos megvalósulás, a másik egy kényszerű beteljesülés. Miért? Mert energiát tettél bele. Az energia akkor jelenik meg, amikor a polaritások megjelennek. Hogyha kiveszed a polaritást a tudatból, és tisztán tükörben látod, akkor az energiát is kiveszed a karmából. És minden karma, bármilyen legyen az, energiából és információból áll. Ha kiveszed mind a kettőt, nyomtalanul el tud tűnni. És ez a zennek az egyik alapvető módszere. Azért folytatunk tant ilyen praxist. Azért nem programozzuk újra a főső három legnagyobb központunkat. Azért nem mondjuk meg, hogy te milyen ember légy. Hogy elhozzuk azt a szabadságot és felelősséget egyszerre, amely a karmához való nem kötődésből származik, amely a dualitások teremtettségének felismeréséből származik, amely minden jelenség relativitásának felismeréséből származik. Ha ez megvan, mint szemlélet, akkor a karmára érvényes összes törvény, amely a mulandóság, tökéletlenség és kölcsönös függés az oldaladra áll és téged segít. Amennyiben ragaszkodsz a karmádhoz, és bármelyik részével azonosulsz, ez a három törvény ellenet dolgozik. Tehát ezért javaslom, hogy gyakorolj, önálló erőfeszítéssel, de nem egyedül, találd meg a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármas működését az életedben, és haladj az úton. És akkor ezt a karmát, ezt levetheted, amely nem csak egyéni szempontból fontos, párkapcsolati szempontból is fontos, Családi szempontból is fontos, és csoportos nézőpontból is fontos. Miért? Az emberben nem csak az a legnagyobb tragédia, hogy feleslegesen szenved, hanem az is, hogy tehetetlenül továbbadja a következő generációnak, a környezetének ezt a szenvedést, és azt írja a homlokára, hogy nem tehettem mást, nem volt választási lehetőségem. És ez részben igaz, és részben nem. Mert hogyha nem dolgozik magán, és nem tágul ki a tudatának a tere, akkor nem lesz választási lehetősége, mert a karmája teljes mértékben kitölti. De az a választási lehetőség mindig megvan, hogy hátralép egyet, feltesz egy kérdést, elkezd belül dolgozni, és akkor a tudatának a tere kitágul. Nem feszül rá a karmájára, nem kényszerként éli meg az életét, nem kötésként éli meg a múltját és akkor van igazán választási lehetőségünk. Ezt kívánom neked is. Köszönöm. A nem azonosulást azt ilyen egyéni meditációs próbálkozásban, mert gyakoroltam, most van levés, nem ítéletalkotás, tehát amikor, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag hogy figyeljek az éppen megnyilvánulás valóságra, ítélet nélkül és gondolat nélkül, ezt picit gyakoroltam. Az én gyakorlathoz. Most úgy gondolom, hogy türelmetlen lennék. Egyrészt a, úgy éreztem, hogy talán egy ilyen hűvös tudatosságba jutnék, nem egy ilyen melegbe, mint amit szeretnék. Másrészt nem. Biztos. Tom, hogy... nem, ja, nem én biztos. ilyen hűvös tudatosságnak tűnök innen a színpadról? Ja, nem, nem, nem. Nem, nem hinném. A másik problémám az, hogy nem tudom, hogy, hogy van-e még 15 éven, vagy. Szóval, hogy, hogy, hogy szeretnék egy shortcutot. Van. Shortcut nincs. Az nincs. Kb. kétszer annyit töltöttem a szakmában, mint a mostani türelmi zónát határai, 15 év, és hihetetlen gyorsan elmegy te. 15 év az nem nagy szó egy spirituális úton. Ne innen nézd! Még a három nap is börtön, hogyha rossz helyen vagy, és a 30 év sem sok, hogyha haladsz az úton, mert így elmegy. Ne fordulj magad felé semmilyen előítélettel. Hogy neked van türelmed, vagy nincs. Próbáltad? Nem egyénileg ment, interaktíve ment, nem hinném, mert még nem voltál interjún. Hát próbáljuk ki. És akkor majd kiderül, hogy az interjú szobában a tudatod mennyire erős és mennyire tiszta, a közönségnek az a nagyon nagy része, akik ezt kipróbálták, és most mosolyogva itt vannak, azok többféle bizonyságot tehetnek. Egy, mindenki túlélte. Kettő, tisztában és erősebben jöttek haza. Harmadik, Teljesen másképp látták magukat, mint az előtt. Ezért úgy gyöngéden javaslom, hogy az egyéni gyakorlatot integráld a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármasságába, hogy egy teljesen új korszak kezdődik meg az életedben, akár zent gyakorolsz, akár nem. De egyedül nem megy senkinek. És erre szeretnék felhívni egy olyan figyelmet, ami itt nyugaton mindig máshova megy. Mindig egy új könyv felé megy a figyelem. Mindig valami mást akarunk. Valami újat szeretnénk. Rendben van, De Hogyha ha nem végezzük el a munkát, akkor olyanok leszünk, mint a gyakorlatlan farmer Montánában, furt száz darab ötlábas kutat, és nem talált vizet. És a szomszédnak pedig volt egy darab kutya, száz láb mélyen, ott már volt. Jó? Igen, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy járhatok-e úgy az utamon, hogy mondjuk a családi karmán átlépek, mert a hagyományos úton, verbálisan, négy szem közt vagy, tehát hogy ott vagyok velük, nem megoldható, mert elfogadatlanság, meg nem értés, és ilyen érdekszövevények jellemzik. És a családi karma átlép rajtad, szerinted? Én szeretnék így túl lépni, mert te, hordozok, mint, mint egy... anya, mint feleség, nem, hogy? mint gyerek meg unoka. Így már érthető. És próbálkoztam hosszú évekig, és nem sikerült. És nem tudom, hogy olyan hátizsákot cipelek -e, amit már letehetnék, vagy, vagy ezt így vinnem kell. Nem? Kérdezd meg a hátizsákodat. Én kioldoználak Ellenzed? Hmm. Nem mond semmit. Akkor? Leteszem. Csak... Jó? Milyen családi kapcsolataid vannak? Tessék, figyelni, mert hogyha alárendelt helyzetben vagy, akkor te ne akar fölérendelt helyzetben lévőt játszani. A szüleidet soha nem fogod visszatanítani. Soha nem lesz domináns helyzetben, apuka és anyuka fölött. Mellérendelő. Mellérendeltben sem. Törzsi hierarchia van a mai napig, csak nem vesszük észre olyan van, hogy eléggé megvilágosodott a család kultúrája ahhoz, hogy ne egymást nyomják mindig a kádban a víz alá. Tehát ilyen van, hogy nem mindig dominálunk, meg nekem van igazam, meg a konyhaasztal fölött fél órás speech minden vacsorakor. Ismerős? Nagy egó, nagy beszéd. Majd én. Elmondom a tutit. Nézd meg, hogy viszonyonként mit tehetsz, és mit kell tenned. Ez a kettő. Mint feleség mit kell tenned, mint anya mit kell tenned, mint lány mit kell tenned, és ennek a lehetőségei is. És darabonként meg kell nézni. A jó harcművész, hogyha rátámad egy csoport, nem mindenkivel egyszerre harcol, mert sok lúd győz. Megvannak a módszerek, a legelső, hogy a leggyengébbet hatalmas ütéssel leterítés, utána pedig szalad, és egy ilyen keskeny kis utcába becsalogatja az összes karmáját, és darabonként végez velük. Ezt hívják kényszerhelyzetnek, egy tudatosan vállalt kényszerhelyzetnek, ahol darabonként szépen megoldja az összes problémáit, de egyszerre nem lehet. Nézd meg azt, hogy melyik a legkönnyebb. Ilyenkor nem szégyen a könnyebbet választani, mert tudod, hogy jön a többi jegyzés. És azt a családi relációt szépen rendbe tenni. Utána jön a következő, a következő és a következő. És itt az idő, az élet. El kell érned, hogy ki tudj lépni a család kontextusából úgy, hogy mindenki tudja, hogy visszajössz, de mondjuk egy csoportban, vagy egyénként magányban, ez csak nagyon haladó szinten lehetséges, hogy erőt nyerj és letisztulj. Általában, ha az emberek egyedül maradnak a problémáikkal, akkor még jobban belül elkezdik pörgetni, agyalni, ráérezni, és kimerülnek. Ahhoz egy normális csoportkultúra kell, hogy te Tényleg visszatér egy olyan állapotba, ahol nem foglalkozol a problémákkal, újra töltöd az aksit, lepucolod a szélvédőt, beállítod a hajtásláncod, és utána megint beleülsz a járműbe, és foglalkozol a problémáiddal ismét. Ez egy megfelelő kultúra kell. És akkor utána szépen a karmát darabonként, viszonyonként meg lehet oldani. Azért a világi élet gyönyörű szabadságának hogy olyan hajad van, amilyet akarsz, például rengeteg egyéb kötelezettsége van. Például egy gyerek, ez egy 20 éves projekt. Néha több. És áldás, és szeretjük őket, és fantasztikusak, 20-25 évvel foglaltsák. Eltérő mértékben, az első év, meg a tizedik év tényleg nem ugyanolyan, de nem lehet csak úgy figyelmen kívül hagyni. Magyarul nem léphetsz át a családi karmán, mert felhív, meg síri, Megveri az asztalt, és nyög, és ordít. Nem tudod átlépni. Létrehoztad, műved, szabadságodban állt, hogy csinálj mást, ezt csináltad, itt a felelősség. Édes felelősség, és fantasztikus teher, de tessék, látni a következményeket. És akkor időt kérsz, akkor egy picit kilépsz, akkor elmegyek egy hétvégére, és majd visszajövök. És úgy már megy. Tehát a tudatnak az irányultsága az minden helyzetben mehet a felébredés felé, a tisztaság felé, az együttérző bölcsesség felé, de a helyzet nem ugyanaz. Mindenki a saját helyzetéből kezd. És a saját helyzetedet nem tudod csak úgy átlépni vagy fölülírni. Az előbb egy komoly belső változás kell, és akkor abból következik a külső változás is. Jó? Köszönöm. És még egy kérdésem lenne. Kóvanukkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy, hogy majd élethelyzet fogja, hogy egyszer csak így beugrik. Maradjunk hogy... ott, hogy nem tudom, és az összes többi kuka a nem tudom fogja megoldani. Néha egy gondolattal, néha egy bambuszrúd erre néha azzal, hogy szembe jön a csirke a baromfűtben, és rád kup, és kész. Megvan a válasz. Nem tudod, hogy mivel. Ott szépen a honol a tudattalanodban, te pakolod rá az emmeditációt, és egyszer csak jön. Ha nem pakolod rá, akkor nem jön, mert a tudat entrópiája szépen bekeveri a kuanodat az összes többi karmába, azt ott pusztul. Ez az, amikor elfelejtjük a házi feladatot. Uram atyám, meditálsz nyolc éve, hogy felejthetted el, hogy milyen kuanon dolgozol? a nem tudomban maradjunk. Mert az, hogy pont egy gondolattal oldod meg, vagy anélkül, érzelemmel, vagy anélkül, hogy a múltból valami jön, bejön egy mozi részlet, és az kattan, vagy egy sláger, és elszállsz, és visszajössz, és akkor teljesen mindegy. Jó? Csak csináld. Ha nem csinálod, nincs eredmény, ha csinálod, lesz. És ez a nem tudható, jelen való, tiszta, tükörszerű, ez legyen. Ez legyen, és ez az eredmény. Ha a kóanok önmagukban, mint megoldás, eredmény lenne, hát megtanítanánk az összeset. Publikálnánk, megtanulnátok, jó zen tanítványok lennétek, és hazavágnánk az egész utat, ugyanhogy van. Tehát a kóan az cél is, meg eszköz is. Egyszerre. Ha ragaszkodsz hozzá, nem látod a végcélt, ha nem éred el, akkor se látod a végcélt. Meg kell válaszolni, de ne ragaszkodj hozzá. Oké? Okay? Azt szeretném megtudni, hogy meddig gyerek egy gyerek a 18 éves életkorát elérve, felnőtté válik a vagy sem. Mit várhat el egy szülő egy gyerektől, illetve hogyan? Ó, darabonként kérem, Bocsánat? egyenként. Meddig gyerek egy gyerek? Nagyon sok paraméter van, de az egyik, amíg rád hallgat, addig az. Amíg függ tőled, addig az. Amikor már nem hallgat rád és nem függ tőled, akkor már nagyon kevéssé az. Akkor már felnőtt. Vannak még, például követi a szabályokat, együttműködik veled, ez lehet egy korai felnőtt magatartás is, de az, hogy te vagy az autoritás és te vagy a forrása a jólétének, ez két alapvető dolog. És egy jó szülő nem gyorsabban és nem lassabban, mint a gyermek természetes fejlődése, azon dolgozik, hogy a gyerekből felnőtt legyen és ez akármennyire is banálisan egyértelműnek hangzik, a világban nincs így, néz körül. Vannak szülők, akik elképesztően gyermeknek akarják megtartani az ivadékaikat, még 30 éves korukban is. Ez Magyarországon sokkal elterjedtebb, mint ennek az ellenkezője, hogy 16 éves korodban el dolgozni, viselt gondját a saját életednek, ha van párod, nem sokára, akkor annak. Általában pont az ellenkezője van, Függő viszonyt szeretünk, mert azt megszoktuk, és ez olyan jó. Az önállósítás az egzisztenciálisan is fontos, lelkileg is fontos, de igazából a szellemi önállóság az, amely felnőtté teszi az embert. És ha innen nézed, még kevésbé rózsás a helyzet, mert látsz olyan 40-50 éves embereket, akiknek saját autója, lakása, kocsija, válópere és horvátországi nyaralója van de szellemileg még gyerek. Még mindig az illúzióktól függ, még mindig valamilyen hiedelen világból várja a megoldást, és a többi. Tehát az egzisztenciális felnőttség az egy normális, elvárható alapcél. A szellemi felnőttség az csak remélhető, hogy valaki rájön, hogy ez mennyire fontos. Mit várhat el egy szülő egy gyerektől, illetve mit várhat el egy gyerek egy szülőtől? Karmátoknak a látása függvényében el lehet várni, dolgokat, de inkább képesség kéne tenni egymást bizonyos dolgokra. Tehát amit a másiktól vársz el, azt magadban meg kell tudni találni, különben nem hiteles. Különben állandóan csak nyaggatás lesz, követelőzés lesz. Ha példát tudsz mutatni, és benned már megvan az a minőség, amit elvársz a gyerektől, akkor követni fog. Főleg akkor, ha látja, hogy jó felé vezet. Tehát ne az álmainkat akarjuk behajtani a gyerekeinken, mert rekordsebességgel el fognak idegenedni tőlünk segítsük őket abban, hogy önállóak legyenek, és a saját útjukat járják. Hát boldogult apám nagyon kevés maximát fogalmazott meg, de hármat igen. Egy, amit csinálsz, csináld a legjobban, amit elkezdtél, az fejezd be, és tudd, hogy hol az elég. Ilyen szinten egy csomó minden elvárható kölcsönösen gyerek és szülők között, de az nem, hogy az én személyiségem legyen ő. Az én utamat járja ő. Az én álmomat teljesítse be ő. Oda és vissza. Ez nem megy. És ezért kell inkább az önmagunkra ébredésre koncentrálni, még családi kapcsolaton belül is, hogy segítsük azt a lényt járni a saját útját. Ébredjen rá, hogy miért van itt. Miért született meg. Mi a dolga. És hogyha ezt tesszük, akkor ő egy szívvel egy idő után visszajön. Nem rögtön, mert úgy tűnik, hogy ez a közelítés az individualitását erősíti először, és ez így is van. Csak miután rájön, hogy egyedül nem megy, hogy magányosan nem jó, és hogy valójában kinek köszönheti azt a belátást, na akkor elkezd felnőtt módon viselkedni, és meghalálni azt a tanítást, amit a szülői házban kapott. Ha nem, akkor megpróbálom megkötni, Szemmelé rakok különböző ábrándokat, vágyképeket, tiltásokat, és előbb-utóbb a korlátok közül mindenki ki akar törni. Ha már egyszer kitört, nagyon ritkán fog visszajönni, és akkor is inkább társadalmi kötelezettségeit teljesítendő, és nem szívből. És ez érezhető a vasárnapi ebédnél. Kínos csönd a rántott hús felett, és kopognak a kanalak a húslevesben. Ez senkinek nem jó nagyon köszönöm, és már estellem magam, de még mindig ezzel kapcsolatos, hogy ezt az utat, ezt mennyire szabad befolyásolni, és hogyha igen, akkor milyen módszerekkel és hogyan. Tehát a gyereknek az útja. Az elején nagyon sok tanításra van szükség azért, hogy belássa az ok és okozat működését. Tehát nézd meg a gyereket, elképesztő mennyiségű vágya van, de a következményekről semmit nem tud, vagy nem akar tudni. Tehát elég kell rakni azt, hogy fiam, lányom, ha ezt megcsinálod, ez lesz a következménye. Akarod? Kérdőjel. És hogyha akarja, akkor vállalja a felelősséget érte. Nagyon sokféleképpen befolyásolhatod az útját, de nagyon hinned kell abban, hogy ez a helyes irányba vezet. És előbb-utóbb önállósítani kell. A legnehezebb ilyenkor az, hogy enged hibát elkövetni és állj ott a kötszeres tárcával, hogyha szándékosan a fejét a falba veri, és vérezni fog. Nem fogod megakadályozni, mert akkor téged fog akadálynak tekinteni, és téged akar eltakarítani az útból. Nyugodtan tapasztalja meg a saját hibáját a világban. Tudnia kell, hogy ez az ő felelőssége, tudnia kell, hogy ez hova vezet, vezethet, és segítségre számíthat mindaddig, amíg lojális hozzád, és ezt elfogadja, és meghálálja. Együtt alakítjuk a világunkat. Ha megjelenik az érzés, hogy ez az alakítás nagyon eltolódott egy irányba, és jó lenne, ha megnyomná valaki a rezet gombot, mit gondolsz erről? Mit erről? Nincs reset gomb, és nem veled vitatkozom. Ez egy több trillió okozati folyamatból összetett világ. Megszámlálhatatlan. Ha lenne egy nagy reset gomb, olyan egyszerű lenne te. X évenként megnyomnánk, minden visszatérne a kiinduló helyzetbe, amelyről nem tudjuk, hogy micsoda, csak elképzeléseink vannak, mitoszaink, meg egyéb ilyen leírások. Nincs reset gomb. De mégis van, csak nem úgy, ahogy elképzeljük, és az ez a pillanat. Ez a pillanat a reset gomb, és hogyha ezt meghallod, akkor meg is nyomta a tudatod ezt a reset gombot, mert ebben a pillanatban, amikor az ütést hallottad, nem volt dualisztikus gondolkodás. Nem teremtetted tovább a karmádat. Nem tételezted az individualitásodat. És innentől kezdve ez a pillanat az egyetlen reset gomb, itt van az alfa és az omega találkozása, itt tud a tudat teremteni, vagy megsemmisíteni, vagy megtartani, semmi másunk nincs. Ettől elvont, abstrakcióban valahol lezsírozott, bebiztosított, világmegváltó resetgomb nincs. Ez a hír. És ez nagyon jó hír. Mert ez a szabadságunk és felelősségünk együttes híre. És ha ezt a pillanatot letisztítjuk és rendesen használjuk, ebből a földből fantasztikus lakhelyet lehet csinálni, jelenleg nem erre felé megyünk. Hogyha széttagolódunk jóra, rosszra, múltra, jelenre, jövőre, énre, másra, ezek teljesen relatív kategóriák, mi mégis abszolútnak vesszük őket, és innentől kezdve a saját téves nézeteink, kapzsiságunk és haragunk lerombolja a Földet, mert ezt a pillanatot, mint lehetőséget nem ismertük föl. Hogy csak most és itt láthatjuk be, hogy kik vagyunk, és mennyiben számíthatunk egymásra. Csak ebben a pillanatban változtathatunk a karmánkon. Úgyhogy itt az igazi reszelt gomb, és nem máshol. Köszönöm a kérdést. Köszönöm én is a választ. Ha ezt a gondolatot a dinoszauruszok idejére vonatkoztatjuk, ahol elvileg volt valami nagy kintről jövő gomb, ami kiirtotta őket. Abban a környezetben, abban a világban hasonló volt a helyzet, vagy ugyanilyen, vagy akkor még más? Megkérdeztem a Triceratops barátomat, és éppen a Tyrannosaurus Rex elől menekült, és nem tudott válaszolni rendesen, nem tudjuk. A helyzet az, hogy, hogy az a meteorita, ami a Jukatán félszigeten csapódott, az hozzánk nem jön el. Nincs semmiféle olyan lehetőség, hogy ez alól a következmény halmaz alól, ami az elkövetkezendő 10-20-30 évben érvényesülni fog. De most is 2 millió hektár tajga ég jelenleg Szibériában és 30 fokban Alaszkában. Tessék összeadni nem fogunk mentesülni alóla. Mit csináltuk, mi nekünk kell főtakarítani, és ami még rosszabb, a következő generációknak, akik Greta Thunberg és hasonló botiszatvák alakjában már kezdik behajtani rajtunk, hogy mit csináltatok. Miért aludtatok 50 évig? A 70-es években tudtuk, hogy ez lesz. A legfontosabb döntéshozók tudták. Mit csináltunk idáig? Nincs reset gomb. Mi vagyunk. 7,8 milliárd reset gomb van mind itt bent. Tessék megnyomni. Tessék letisztulni, tessék másképp viszonyulni és cselekedni, és ekkor tudunk segíteni egymásnak és ennek a világnak. Az előbbi eh, gondolatmenetről eh, jött egy ilyen gondolatom, hogy ha az egység tudat eh, állapotát éljük, akkor az a pillanat megélése, a megkülönböztető bölcsesség tudatosságát éljük, az is a pillanat megélése. Értem? Tehát akkor a tudat korlátait még mindig ebbe a pillanatba tesszük bele, ha azt mondom, hogy egységbe vagyok? Szeretné a korlátot az egységből? Nem, Nem. engedem. Szeretné a szabadságot a sokféleségből? Nem engedem. Értem. Jó. Most mi a kérdésed? Hálás vagyok, köszönöm. Én is. Már délután készült be a felmerült bennem ez a kérdés, és végül örülök, hogy mertem ide kiülni és eltenni. Ö, időről időre ebben a kozmikus világrendben, amiről beszéltél, vannak olyan korszakok, amelyek a szellem elsötétülésével járnak. És arra szeretnélek kérni tisztelettel, hogy adjál néhány jó tanácsot erre az időszakra. Szerinted most milyen időszakot élünk? Véleményem szerint már benne vagyunk ebben a folyamatban. Úgy gondolod, ha jól értem szavaid, hogy a szellem elsötétülésének az időszakát éljük? Uh -huh. Egyrésztről igen, másrésztről tudom, hogy egy, vagy igen, tudom, hogy egyensúly van, tehát, hogy amikor elsötétül, akkor azért gyúlnak fények is, illetve tehát a felfény. Tehát a két dolog egy, egy időben zajlik. Mégis akkor egy kicsit konkrétabban feltéve. Én hálás kértés. lennék érte, Akkor feltennék még egyet. Eddig egyet se tettél, hogyha megfigyeled két kísérleted volt, mindegyik a hálóba mindegyik landolt. Nulla, így van. Az utat járván az emberek többségének, talán a jelenlévőknek is van polgári foglalkozása is. Amit vagy mi választunk, vagy nem mi választunk, választunk. De egy rendszerben ö, élünk és dolgozunk. Úgy Én tűnik. például a magyar közoktatásban. Van egészségügy is konszembószál. Művészet is konszembószál. Ehhez, ehhez kérnék egy kis lelki támogatást. Légy erős! Egyszer mindennek vége lesz. Igen, Ez ezt érzékelem. Jó. Akkor köszönöm szépen. szívesen. Gyere, gyakoroljunk még többet. Én azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, amiről a legelején beszéltél, hogy, hogy van, amikor az ember így a jó karmájával egy kicsit el van kényeztetve, és olyan minden olyan szép, minden olyan jól megy, tulajdonképpen elégedett azzal, ahogy zajlanak a dolgok. Most és... tényleg rólad van szó? Igen, én most magamról beszélek. Húha! Ritka madár vagy, hallod? Nem ilyen kérdéseket szoktam hallani. És pont erre vonatkozik a kérdésem, hogy, hogy azt tapasztaltam, hogy sokkal könnyebb volt magammal és magamon dolgozni akkor, amikor volt egy ilyen nagyon fájdalmas, nagyon szenvedős, nagyon konfliktusos, nagyon problémás időszak, és ez mindig egy nagy fejlődési lehetőséget rejtett ugye magában. És most pedig azt élem meg mostanában, hogy ettől, hogy minden ilyen szépen megy, jó, megy, elégedett vagyok, úgy elkényelmesedtem. És arra vonatkozna a kérdésem, hogy, hogy ilyenkor az ember hogy keresgélje meg a hátizsákját, vagy, vagy honnan kezdje, vagy, vagy honnan folytassa a fejlődést, vagy honnan merítse azt a fajta motivációt, amit a szenvedéses időszakban nyilván a szenvedés egyébként megad. Két eset lehetséges. Vagy vissza kell térned a saját szenvedésteli korszakodba, vagy pedig mások szenvedése épp elég szolgál, hogy másképp lásd a világot, és mondjuk segíts. És ha már nem magadon kell segíteni, akkor érdemes másokon. Semmi különlegesre nincs szükség. Menj ki a piacra. Nézz körül. Kik mennyiből élnek? Kik mit vesznek? Kik mit esznek? Ha itt nem találsz motivációt, akkor keményebb hely, mint büntetés-végrehajtási intézet, Kórház, iskola. Egészségügyben dolgozok, <laughs> úgy, hogy. Kuanszem, bosszál? Úgyhogy innentől kezdve mások szenvedése elég kell, hogy legyen motivációként, ez a bóthiszatva úgy sajátja. Tehát nem térünk vissza a saját dagonyánkba azért, hogy utána megint kidughassuk a fejünket, és elismerést kérjünk, hogy megcsináltam, megint kint vagyok a mocsárból. És ha nem kapok elég figyelmet, alábukok megint fulladozom, borékolok, és akkor megint a felszínre jövök. Ezt nagyon sokáig lehet csinálni. De nem érdemes. Tehát ne a saját szenvedésünket gyártsuk le újra, hanem lépjünk túl ezen, és kiderül, hogyha mások szenvedésén segítünk, az a milyenkét is meg fogja előzni. A személyes megszabadulás nem képzelhető el a világ segítése nélkül. Nem csak azért, mert a másik ember szenvedése bejön az ajtódon, vagy az ablakodon, vagy a kertedbe, vagy a kocsitba, Hanem azért, mert valahol, akármennyire is széttagoltnak tűnünk a testi különlétünk által, a lelki különlétünk által, egy bizonyos tudatszint fölött teljesen egybe vagyunk drótozva. Teljesen egy lényegűek vagyunk a csoport tudat szintjén olyan mértékben szinkronban vagyunk, nézd meg a család működését, egy párkapcsolat működését, az egyén valójában egy picike kis csúcsa a jéghegynek, és utána olyan közösség szintek, kollektívumok, egymástól függések, egymásra utaltságok jelentkeznek, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. És hogyha az egyik részén megoldod a problémát, rögtön hat a másikra, azon nyomban. Úgyhogy remélem, hogyha ezek a környezetek számodra motivációú szolgálnak, akkor nem kell a személyes szenvedésedet újra termelni ahhoz, hogy haladj az úton. Lehet, hogy egy kicsit más téma. Ellemen engem nagyon azt foglalkoztat, hogy a számítástechnika az információ tudomány, ugye a mesterséges intelligenciát próbálja létrehozni, és az agyműködést is kutatja, és a tudat működést is kutatja. Vajon ezt a tudatot keresik, amiről mondjuk a zen és a buddhizmus is beszél, ezt a bizonyos egységes közös tudatunkat, vagy ez valami más tudat, amiről ők beszélnek? Fogalmam sincs. Hát gondold el, hogy én mennyi mesterséges intelligencia kutatásban vettem részt idáig. Zéró és hozzá még nem jöttek el teácskázni a templomba, én szívesen fogadnám őket robotos túl, tehát jöhetnek. A robot nem fogyaszt túl sok zöld, tehát az kimehetne a kertbe addig gyomlálni, amíg mi isszuk. Eddig a külsődleges jelekből azt lehet látni, hogy a mesterséges intelligencia kutatás az az elmeműködés megsokszorozása. Minden tekintetben. Ez a gondolkodó tudatnak, az összes olyan funkciója, amit el tudunk képzelni, és még azon túl is elképesztő eredmények vannak. De azt, amiről a zen, a joga, az egyéb mahajána irányzatok és a többi tanít, az nem programozható, mert csak nullákat és egyeket lehet az intelligenciába programozni. Az öntudat itt egy digitális környezetben generált layer, azaz réteg, a felébredés nem lesz kérdés. Hogyha mégis az is egy rutin lesz, az is egy előreprogramozott rutin lesz, vagy az öntanítás, öntanulás által az algoritmus legyártja. De a mesterséges intelligenciának nem lesz szenvedéstudata, nem lesz mulandóság tudata, nem lesz kölcsönös függés tudata, és hogyha szeretné és gyűlölni fog, azt is mitettük tettük belé. Tehát az emberi elmeműködés megsokszorozásának lehet ezt látni, és milliárdszorosan, hiszen ahogy a góbajnokot elverte a számítógép, annak a góbajnok környezetnek a több ezer órás tanulását egy újabb mesterséges intelligencia négy óra alatt legyőzte. Tehát ezt fogjuk föl, hogy ez olyan elképesztő exponenciális növekedés, amely minket, a saját elmeműködésünket tekintve nagyon gyorsan túl fog szárnyalni, de nem lesz ember, soha nem lesz az. Soha nem lesznek olyan kérdései, olyan problémái, olyan bajai, de mivel mi csináltuk, ezért könnyen elképzelhető, hogy egy bizonyos környezetben nálunk erősebb lesz. És már nem kérdés, hogy ki tudod-e húzni a falból, vagy nem. Mert ha informatikailag önálló lesz, és energetikailag is önálló lesz, na akkor kell föltenni a kérdést, hogy hogyan fogunk viszonyulni hozzá. Ami ki tudod húzni a dugót a falba, és azt mondja, hogy hm? addig kikapcsolhatod, addig te vagy az úrnő. Amikor már az se, mert olyan energiállátottsága lesz, hogy te önmagad nem tudod kikapcsolni, akkor azzal a programozott elmeműködésével és a valósághoz való kapcsolatával bizony esetleges részterületeken uralmat szerezhet az emberiség fölött. Ez lehetséges, csak elég butának kell lenni az emberiségnek ahhoz, hogy ezt megcsinálja nem más csinálja, mit csináljuk. És hogyha elég okosan csináljuk, akkor ez nem fog bekövetkezni, hogyha lustán, bután, álomba ringatva magunkat, illúziókba kergetve másokat csináljuk ezt, akkor nagyon-nagyon komoly problémakörrel fogunk szembenézni. Olvastál olyan novellát, ahol egy láthatatlan fegyverrendszer ki akarta írtani az emberiséget? Olyat éppen nem, de nagyon sok hasonló. Igen, és ezt egy mesterséges intelligencia abból a logikából vezette le, hogy a Földre a legveszélyesebb entitás az emberiség maga. És az emberiség teremtette ezt a mesterséges intelligenciát, amely ezt fölismerte helyette, és ki is akarta írtani a teremtőjét. Bravo! És én remélem, hogy mind a mesterséges, mind a természetes intelligenciák megfelelő módon fog működni, mert mi az AI, a mesterséges intelligencia nélkül is ki tudjuk magunkat írtani, nem kell ahhoz különböző szerverpark, meg birodalmi lépegető, meg tudományos, fantasztikus novella. Én remélem azt, hogy mielőtt ez az egész pszichofizikum kollektívum, amit emberiségnek mondunk, mielőtt teljesen ellehetetleníteni az életkörülményeit ezen a bolygón, azelőtt fölébred, és nem kell a falnak menni és nem kell katasztrófákba torkollani, egyszerűen azért, mert felesleges, nem szükségszerű, nincs ilyen végzetünk, nincs ilyen megírt sorsunk. Ha megcsináljuk, meg lesz, ha más csinálunk, más lesz. Erre tessék figyelni akkor, amikor gondolkodsz, érzel, beszélsz és cselekszel. Remélem, hogy mindannyian egy magasabb szintű tudatállapotban leszünk már ma este, de akár holnap is, többet gyakorlunk együtt, mint eddig, és ezáltal egy egészebb, világosabb tudattal fogunk élni, és segíteni magunkon, másokon, és ezen a világon egyaránt. Köszönöm a figyelmet!